ügyesek vagyunk! Föl fognak venni a porvírusra, hallod? Föl fognak venni! Jaj, de ügyesek vagyunk! Ilyet ma adnak az érettség? Hát ez most sem, ez most sem buliból. Amikor én érettségiztem, akkor ilyen bohockodás nem volt még. Hogy ilyen... Hát. Ilyen vackok. Jaj, de jó, hogy túl vagyunk ezen a szarságos gimnáziumon. Jaj, de jó, hát most végre megcsináltuk. De én úgy kivoltam ettől az időszakot. Nem aludtam már, hányszor vettük át az összes tételt. Hát de mit szólsz? Mit szólsz? 4,7-re megcsináltuk? De kiúztam az adét, és pont vágtam a háborús költészetét. Jaj, de jó, hogy azt is ugye megkidolgoztam neked azt a tételt. Ja. Nem emlékszel? Azért jó, hogy ezzel? Jó. Há, Istenem, hogy nem vettem magamnak cipőt az utolsó 4 évben, hanem csak a matek tanárra. Hát azért. Na, mit szólsz? Köszönöm. Azért remélem, büszke vagy rám. Hát ez nem jó. Remélem, hogy amikor majd a diplomát, igazi diplomát kapod, és nem ezt a helyzet, akkor majd rendeset adnak, mert azért azt ezt el akartam volna tenni. Hát nekem nem volt ilyen. Na, hogy el? Én akkor elvégzek kettő egyetemet is, és akkor majd adok neked egy diplomát, mit szólsz? Jó, lesz. Lesz diplománk. Figyelj csak, hogyha... Azért nagyon büszke vagyok. Nagyon, és hogy 4,7-re megcsináltuk. Nagyon örülök neki. Na, menjünk. Tam. Jó, hát persze. Tam. Te is kellettél hozzá. Köszönöm a sok uzsonnát. Meg a tanárokat, meg a hasonló. Jó, nem jó. Kell ezt most ne. Érezd úgy, hogy a tiéd. Szeretnék viszont akkor még valamit előre is megköszönni, hogy most ennek örömére, hogy 97,5% az, hogy föl fognak venni a Corvinusra. Hogy azt beszéltük, ugye Ricsi Bálint is. Figyelj, ha minden jól megy, akkor most nekem nagyon nem megy ott. De hát államilag támogatott lesz, ja. És pont ezért arra gondoltunk a Ricsivel. Tuti, de hát arra jelentkeztem, szerintem az simariba. Csak hogy arra gondoltunk a Ricsivel meg a Bálinttal, hogy ott a 7. kerület környékén kivennénk egy pecót szeptembertől. Azt, hogyha három család összedobja igazából 30-40 per kopf, uh-huh. és akkor ott el tudnánk venni. Jó, hát el akarsz költözni? Jó, hát persze, hát végül is te is egy szabad ember leszel valamikor. De hogy ez most? Hát, hogy hát nyáron kéne, most kéne nézni, és akkor ilyen augusztus körül költöznénk, hogy kicsit még így fölvegyünk. És mi lenne, ha inkább ide hívnál valakit, akivel laksz a bérletben? Hova ide? Uh-huh. A szobádban. Ki adja a szobádat, és akkor te meg az én szobámban. És te? Nem? Vagy nem jó ez? Nem, ez jó, nem mondjuk. Anya, figyelj, meg egyrészt az egyetem kemény lesz, sokkal többet kell tanulni, nem akarok napi 40 percet. Ezt most ne beszéljük, jó, 40 percet ingázni. Én nem vagyok a rabszolgatartó, hát most hagyjuk, most ennek örüljünk, hogy végre megcsináltuk az érettségét, aztán majd meglátjuk, hogy tudunk felvételizni. Jó, de ha úgy lesz, persze, hogy nehezünk. Ja, örüljünk ennek az izének. Na hát ez annyira örülök, hogy ilyenünk van itthon. Tedd be a vitrínbe. Megyek sörözni. Ha ma 10 körül jövök, az elég? Elég, 10. 10-kor elég. Jó. Elég a 10-kor. Persze, elég. Miért 10-kor? Fél? Nem lehetne ma 10? Persze. Kivételesen lehet, hát persze. De hát azért most még menjünk a vacsorára. Nem? A vacsorára nem megyünk? Hát ott foglaltatok az asztalt. Jönnek a zsuzsikáink, urokatesod. Ja, hát a többieknek ilyen délutáni fogadás van, de akkor majd utána benézek. Jó. Kis pénzt tudsz adni? Persze, hogy tudok adni pénzt. Hát most nem ez a... A dolog, hát pénzt, hát miért? Az, amit félretettél, az nincs. Most akartam arra gyűjteni, hogy menjünk kirándulni valahova. Jó, na,
Akkor szobában lesz. Adok. Nehogy az legyen, hogy én egy sucika anya vagyok. Hát persze, hogy adok. Nagyon örülök az érettségidnek, meg az, hogy tényleg izgulhatok, hogy lesz egy diplománk. Hát annyira örülök, hogy én aki leérettségiztem, hát tudod, hogy én is szerettem volna diplomát, meg hogy nem csak a varrólőjön, hanem hogy a divattervező akartam lenni, de hát most... Jó. Most már te leszel a sikeres ember közöttünk. Jó van? Na, adok pénzt, és akkor mikor, tehát akkor mikor jössz? Jövök a vacsira, és utána még visszamegyek. Puszi. Jó van. Na, ezt meg kitesszük, mint trófeát. Ennyivel is beljebb vagyunk. Icuka! Nyugodtan menjetek haza! Már itt zárjatok ott fönt! Nem értem, mit mondasz! Nyugodtan zárjatok! Kiszínényi! Kiszínényi! Jaj, egy kimacskót! Hozza ide a Mici macskót! Hát én hozzam ide a Mici macskót, hát menj oda érte! Nem találom a Mici macskót. Bezártatok? Próbálj itt már valahogy elérni az anyukát! Ő ki, Mici? Hát tudod, ki? Hogy ő az a csacsi. Csacsi? Igen, ez a füles. Hol van anyukám? Az anyukád az nem sokára jön, reméljük. Ránk hát, játsz, egy kis pogácsát, egye már meg valaki ezt a szegény pogácsát, mert itt raposgatjuk már egész nap. Ő a én kisbabám. Ő a te kisbabád, igen. Hát, gyere, megyünk haza. Hát az én kisbabám is vár otthon. Gyere, megyünk haza szépen. Gyere, szépen beteszlek a sütőbe. Háló, Katika, nem tudok menni. Annyira szerettem volna most ezt a bulit, de nem. Hát én nem tudok, hát nélkül nem tudok menni. Tudom, hogy ott lesz, igen, de hát nem tudok. Itt maradt egy gyerek, és nem jön az anyja. Megsült a csacsi! Jó, szia, leteszem, szia! Megsült a csacsi! Jaj, de ügyes vagy! Hol van a nagyukád? Hol van a nagyukád? Nem úgy, mint a múltkor, ne aggódj. Fog jönni, jó? Ne sírjál, Ádámka! Ne sírjál, tudod, hogy vedd föl a cipődet. Szerintem mire fölöltözöl, az anyukád már itt lesz, már csak hallom. Hallom, hogy jó. Szépen öltözél föl, ne sírjál, jó? Vegyed föl a cipődet, és mire itt leszel? Hát akkor ezt hazaviszem. Addigra éppen volt beállít az anyukád, jó? Szedd össze a játékokat, jó? És aztán húzd el, kezdődöm a zsákodba a cipőt, jó? Te mit csinálsz, Ádámka? Tegyed el a helyére, és aztán öltözél szépen, jó? Jó, de ügyesen! Elnézést, ne haragudjon! Anya! Jaj, itt vagy! Csillagom! Ó, Istenem, ne haragudj! Jó, Istenem! Hol voltál? Olyan messze kellett mennem. Bevásároltam a piacon, akartam venni. Hoztál megepít? Olyan, persze, hogy hoztam. Hol van a megepít? Kérem a megepít? Kérem a megepít? Ledobtam, mert tudod, nem szeretik, hogy jól hiszem, hogy cipőbet csak cseréltem. Kérem a megepít? Kérem a megepít? Kérem a megepít? Olyan nyugodtan, ott van a táskámban, hoztam csokit. Hoztam azt a télapot, tudod? Lett itt, hát várjál már, hát
most majd mutatom, menjünk, jó? Gyere, menjünk haza. Gyere, öltözél, légy szíves! Jó. Nem szeretném ezt, hogy itt megint. De milyen ruha van rajtad? Ez nem a te nagyládod. Hogyjál? Mit csinálod? Bepisíltem! Most megint ez van. Várjál. Istenem. Na jó, gyere. Gyere, húzok a cipőt, jó? Húzzam fel a cipőt a csillagjáról. A tojbetétet. Elmentem. Kieszem a tojbetétet. Elmentem, hozni neked. Fogok megérni. Persze, hogy kapsz meglepetést. Akartam menni neked olyan szép jaj, de aranyos overált, hogy legyen a karácsonyra. De olyan messze keveredtem, hogy nem tudtam hazajönni. Nem tudtam ide érni elég időben. Ezt a szerencsére barátom elhozott kocsival. Minden rendben van. Igyekezz már, hogy menjünk gyorsan. Hát, fejemet. Én se ettem egész nap. Hát, nem jut semmi nekem az örömből. Ti meg itt esztek, meg itt szórakoztok. Nekem meg semmi, de semmi. Istenem. Ha legalább telne valami magánovodára, hogy rendesen tudjanak rátok vigyázni, hogy nem ez a fél öt. Istenem, és azt mondják, hogy ötig, de nem már itt ugrál. Hogyha az ember öt órakor érkezik. Légy szíves, gyere, húzzad a cipődet, jó? Ne csináld ezt velem, jó? Ne akar, ne akar, hogy azt érezzem, hogy kár, hogy anya lettem! Na most ne csináld! Ne sírj, hát csak vicceltem! Jaj, ne sírjál! Édesem, nem gondoltam komolyan! Gyere, adok meglepit, jó? Hoztam a meglepit! Gyere, olyan finom csokit hoztam, gyere, húzzuk a cipődet és menjünk, jó? Ne kelljen az egész estét itt töltenem, ha már nem mehettem a barátaimból. Légy szíves, gyere, jó, kacsaláb! Mindegy, jó. Nem úgy értettem. Na gyere. Most én valami rosszat csináltam. Ádám ezt el ne sírte nekem. Erre egész idő alatt emlékeztél, vagy csak mostanában jutott eszedbe? Jutott eszedbe, hogy ezt megtaláltad? Igen. Ja, mert tataroztunk, aztán előkerültek a gyerekkori cuccok. És ebből az élményből mi az, ami úgy? Hát, hogy ez nem egyszer volt az a helyzet. Már az, hogy ott hagyott és hát, hogy egy gyerek elment már? Hogy én így vártam. Igen. És akkor ő így nem jött, vagy késett, meg hogy így mindig ingerült volt, mindig ideges volt valami miatt. És egy csomószor azt éreztem, hogy miattam ideges. Ez egy ilyen gondolat, ami nekem megvan, hogy én rossz gyerek vagyok. Uh-huh. És ezt nem feltétlenül ő mondogatta, hanem hogy bennem ez volt. Így csapódott le. Hogy én egy rossz gyerek vagyok. Hogy ő nem érzi jól magát. Uh-huh. És ez a mondat, aminél megállt a levegő, vagy nem tudom, a mondat önmagát megalkotta úgy, hogy a levegő így forró lett. Ez milyen érzés volt nekem? Tehát, hogy egyáltalán azt mondta, hogy kár, hogy anya lettem. Vagy ő ilyen felelőtlenül bármit mond, és azt tényleg nem gondolja komolyan? Biztos csak mérges volt, de akkor úgy éreztem, hogy tehát ugye egy 4,5 éves, az nem tudja, hogy mit érez. Az érez, de nem tudja megfogalmazni.
arra emlékszem, hogy mindig belenéztem a tükörbe, és mindig azt láttam, hogy én nagyon csúnya vagyok. Mint aki elrontja az anyja életét? Vagy hogy? Most én magyarázom bele, vagy nem értem? Hát, hogy igen. De közben meg ajnározott, védelgetett, te voltál a szemefénye. Akkor most hogy igazodunk el ezen? Hát nem tudom, mindig más volt. Tehát, hogy persze volt olyan is, igen, de hogy annyiszor volt ideges. Érted? És annyiszor azt éreztem, hogy én vagyok a hibás. Ja, értem. Én vagyok a hibás. Aha. Hát, megkérdezzük a nézőket. Mielőtt megnézzük még a következő jelenetet, hogy ez jogos érzés ennél a gyereknél? Felnőttnél? Tehát nem arról van szó, hogy ő valahogy gerjesztett magában egy hamis ilyen képet, hogy mindennek én vagyok az oka. Hát így gyakorló pszichológusként tényleg hallottam ilyen mondatot. Hogy többször mondta anya, hogy na mert persze, ha te nem lennél, akkor nekem mennyivel jobb életem lenne. Igen? Aha. És felnőtt korában, hogy jobban mindent megadni neki.